Szeretjük a meleget, élvezzük. Aki nem bírja, menjen hűvösre. Igyon vizet. Van, aki jól bírja a rekord hőmérsékleteket produkáló nyarat, és vannak, akik meg is fogadják az imént hallott jó tanácsot, árnyékba húzódnak. Nem túl meleg ez a nyár? Elég erős ez az idő, de valahogy elviseljük. Még így fiatalon valahogy kibírjuk. De elég jól bírjuk, azért jó, hogy itt adtak ingyen vizet is. Salgótarján belvárosában az elmúlt időszakban többször is osztottak vizet az autósoknak és a gyalogosoknak nagy melegek idején. Hétfőn az önkormányzat néhány tagja is erősítette a vízosztók csapatát. Közöttük volt dr. Huszár Máté alpolgármester, aki az új párakapukról is beszélt stábunknak. Hőségriadó idején önkormányzatunk rendszeresen szervez vízosztást, ahogyan a mai napon is, és más egyéb módon is igyekszünk enyhíteni a forróság okozta kellemetlenségeket. Így két új vandálbiztos párakaput telepítettünk a belvárosba, illetve a közeljövőben még négy új ivókutat is ki fogunk helyezni szintén Salgótarján belvárosában. Mit jelent az, hogy vandálbiztos párakapu? Eddig rendszeresen a régebbi párakapuknál a műanyag és fémfúvókákat lelopták, megrongálták így ezeket az eszközöket, most pedig olyan párakaput szereztünk be, amik már jóval magasabbak, és mivel már van rajtuk burkolat, így nem lehet hozzáférni ezekhez a részekhez.